Visszatértünk a konyhába, ahol Bereznai Tamás és Károly József már elkészült a húsokkal, és önök nem látják, de itt a kamerák túloldalán gyakorlatilag mindenki, aki ma vendégünk volt, vagy a stábnak a tagja, az itt egy tűkön ülve, és azt várja, hogy hogy lesz ezekből a húsokból több. Nagyon jól néz ki ez vizuális. Majd apróra vágni, fölvágni. Igen, egy falatot mindenki kap. Hát na, miket készítettünk? Ugye itt van cukkini, ez... Bébi répa? Hát ez már új répa. Ez már új répa. Ilyenkor én azt szoktam tenni, hogy rajta hagyom a zöldjét, egyrészt dekorális, meg ugyanúgy meg lehet tenni, mint a petezsérnek a zöldjét, sokan a sárgarépának a zöld részét nem szokták elfogyasztani, de ugyanúgy meg lehet tenni, ugyanúgy meg lehet párolni, és ugyanúgy van egy kis íze. És akkor itt van az a csirke, amiről beszéltünk. Amit gyakorlatilag így egybe mindenféle klopolás és szétvágás pontosan. És minden nélkül, úgy, ahogy volt, rátettük a legjobb esetben szőlőmagolajra. És utána kapott egy kis vajat, és mellette a zöldségeket is megsütöttem, tettem mellé kapukvület, fokhagymát, amitől átvette az ízét is sülés közben, és akkor megmutatom nektek, hogy ez... És most már van rajta só egyébként? Most már tettetek rá? A csirkének a másik fejt, nem a bőrös, hanem a húsos fejt egy kicsikét meg sóztam. Igen, mert hogy aki lemaradt volna, tudom, ugye azt mondtuk, mindig. Hogy az elején nem kezdünk sózni. Nagyon szép, hogy oda nézsz. Aha. Szatos, hús, és teljesen át van sülve, és látszik, ahogy megnyomott, hogy fú. Milyen szép nedvességű kiből. Hát aki bőtör, annak ilyenkor... Szegény Krisztiánnak most lesz. Maradnak az illatok. De is látjátok, egy serpenyőben milyen egyszerű és gyorsan elkészíthető ételt lehet készíteni. Sárgarépával, sült paradicsommal, cukinivel és egy tökéletesen, bízom, hogy tökéletesen sült csirkével. Egészséges, és finom és szép. Igen, és látjátok, hogy a jó hússal milyen, hát azt nem mondom, hogy lényegesen könnyebb dolgozni, de sokkal jobb végeredményt lehet elérni, hiszen azért ezt is úgy el kell készíteni, kell hozzá egy kis tapasztalat, gyakorlat, de nézzétek meg, hogy ez a igen, és például gyönyörű. A csirkénél is láttam, hogy ez nem olyan fehér színű volt, hanem gyönyörűen látszott rajta sárgásan. Ez ilyen médium, vagy minek hívják ez a médium? Hát ez a médium, igen. Igen, és én azt szoktam mondani, hogy ez van jól megsütve, azt gondolom, hogy egy séf is, meg egy főzni tudó hentes is tudja, hogy mikor a legjobb. Nyilván, hogyha néznek benneteket, bocsánat, akkor azt fogják, hogy megpróbálják ezt megcsinálni. Hogyan lehet elrontani? Mi a legtipikusabb hiba, amikor mondjuk elronthatja valaki otthon? Beszéljünk a steakről, és ezt röviden elmondom, hogy mire kell figyelni. Nagyon fontos, hogy amikor steaket sütünk, vegyük ki a hűtőből legalább 4-5 órával hamarabb, de akár több órával hamarabb, hogy szobahőmérsékletű legyen, hiszen egy jéghideg húst nagyon nehéz, nem lehet jól megsütni, hiszen lehűti a serpenyőt például, és nem is tesz jót a hús rostjainak. Szóval hőmérsékletről kell elkezdeni a sütést, és kétszer-háromszor is akár megfordítani a húst, egy-egy percig sütni az oldalát, és utána alacsony hőfokra berakni a sütőbe, és a végén a másik nagyon fontos az alacsony hőfok az mi? 100? 120 fok, és ami a legeslegfontosabb a legvégén, hogy vajat teszünk a tetejére, és pihentetjük fogyasztásra legalább 10 percig. Aha. Akkor így kicsit így ellazul a hús, vagy nem is tudom mi ez. Igen, a nedvességek visszaszivárognak teljesen, mert amikor a hirtelen magas hőfokon elkezdett sütni, akkor a belsejébe beáramlik az összes nedvesség, és a pihentetés alatt így szépen visszaáramlik, és nagyon jó szaftos marad a hús. Jó, de jó. Na, ilyeneket fogtok. Nagyon biztos. Nagyon finom. Jó lett. Most látom, hogy itt kuncsorog mindenki, hogy nem eszem többet. De akkor ma este Chili TV-n 8 óra 5 perckor hentesek. Köszönjük szépen, nagyon szépen csináltatok.